Két dologról beszélnék. Az egyik, hogy milyen látható következményei vannak már most 10 nap után az államosításnak. Meglepően gyorsan jönnek az információk. A másik pedig az, hogy hogyan áll a demokratikus egyeztetési folyamat és az oktatás most mikor fog elindulni. Tehát a kormányzat, az oktatási kormányzat és államtitkárasszony is folyamatosan sikertörténetnek állítja be az államosítást. 10 nap után már látszanak azok a problémák és anomáliák, szerte az országból jönnek a hírek, a sajtóban, a médiumokban nyilatkoznak igazgatók, nyilatkoznak pedagógusok, szülők, hogy milyen problémákkal szembesülnek, amelyek már az új szabályozásnak köszönhetőek. Meg kell, hogy mondjam, hogy egy hete álltam önök előtt utoljára, amikor értékeltük a 12-es évet, és jósoltunk az ez évre mindenfélét. Hát nem gondoltam volna, hogy újra itt kell állnom önök előtt ilyen gyorsan, hogy már 10 nap után látszódnak a problémák, amikre mi felhívtuk folyamatosan a figyelmet, hogy ennek az átalakításnak, az államosításnak ebben a formájában ilyen problémák várhatók. Nagy vihart kavart példa pár nappal ezelőtt ugye az ELTE gyakorló gimnáziumának a bezárása. Ez az egyik legszimbolikusabb példája, vagy első nagy áldozata ennek az átalakításnak. Ugye ennek nincs más oka, mint az egyik az, hogy elvonnak rengeteg forrást az ELTÉ-től. Nem tudja fenntartani ezt a gyakorlóiskolát tovább az elvonások miatt. Az önkormányzat, mint ahogy azt Pokorni Zoltán úr a fórumon elmondta, nem tud mentővet biztosítani ennek az iskolának, hiszen pontosan az államosítás következtében egy olyan nagy és erős önkormányzattól, budai önkormányzattól, mint a 12. kerület, rengeteg forrást vontak el, ha akarna, se tudna miből adni mentővet és segítséget ennek az iskolának, és hát a Klebersberg intézmény fenntartó központtól sem tudunk sok mindent várni, hiszen önmagát sem volt képes ez idáig tisztességesen és rendesen felállítani, nemhogy menedzselni egyébként azt a hatalmas rendszert, amit rábíztak. Na de hát a költségvetésben sem látjuk egyébként az államosításnak a forrásait teljes mértékben, ott is van egy hatalmas luk, tehát ez a szegény gyakorló iskola most lóg a levegőben, és nem tudja, hogy mihez kezdjen, és senkitől nem várhat semmilyen segítséget, azt várja a szocialista párt a kormánytól, hogy azonnal lépjen közbe, és mentse meg ezt az iskolát, hiszen itt azért a legjobb iskoláról van ám szó, az egyik legjobb iskolájáról az országnak. Tehát szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nem a vidéki, elszegényedett önkormányzatok nagyon-nagyon gyér és rossz szolgáltatásokat nyújtó kis iskoláiról beszélünk, amiket ugye fel akartak hozni a kormányzat arra a szintre, ahol például a budai iskolák vannak, hanem itt a budai iskolák esnek áldozatául annak a káosznak és annak az államosítási folyamatnak, amit egyébként most látunk. De hát ennek az átalakításnak természetesen tünetét, problémáit jól mutatja, hogy a legjobb iskola válik az első áldozatává, de alapvetően a probléma igazi mértékét és súlyát abban ragadható meg, abban a több ezer intézménynek a problémáiban, napi működésében, az igazgatók napi működésében és a pedagógusok napi bajkezelési mechanizmusaiban, amit folyamatosan látunk és amilyen híreket folyamatosan kapunk, hogy miért nem omlott még össze 10 nap után ez a rendszer, csak mert ezt a kérdést kaptam meg például Szegeden tegnap az esti fórumon, az pontosan a pedagógusoknak és az igazgatóknak köszönhető, ugyanis még a régi szabályok, a régi mechanizmusok szerint végzik a feladatukat és a dolgukat. A következő, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy hogyan áll a demokratikus egyeztetési folyamatban a Szövetség a Változásért egyeztetési MSZP egyeztetési mechanizmusában az oktatás ügye. Örömmel jelentem be önöknek, hogy január végén, január 24-én sor kerül az oktatási fordulóra, a tárgyalások sorozatában, az oktatásban is megkezdjük az egyeztetési mechanizmusokat. Az MSZP részéről a tárgyaló delegációnak 3 tagja van. Hiller István volt oktatási miniszterünk, Jeszenszky András, nyíregyházi oktatáspolitikusunk, önkormányzati képviselőnk és kollégánk, és jó
magam veszünk részt ezekben a tárgyalásokban. Szeretném elmondani, hogy alapvetően az alapelvekről szeretnénk első körben tárgyalásokat folytatni. Ezek az alapelvek megtalálhatók az MSZP honlapján, amelyeket akkor tártunk a nagy nyilvánosság elé, amikor az MSZP az oktatási programját bemutatta. Tehát mi a tárgyalásokra az alapelvekkel és a saját sarkalatos pontjainkkal érkezünk. Szeretném azt is önöknek elmondani, hogy ezeken az egyeztetéseken túl nagyon aktív egyeztetési folyamatban vagyunk a szakszervezetekkel és egyéb civil szervezetekkel. Erről később, ahogy egyébként a rendes demokratikus egyeztetési folyamatokról is folyamatosan tájékoztatni fogjuk önöket. Lesznek olyan civil szervezetekkel olyan megállapodások, amelyeket nyilvánosan fogunk megkötni, természetesen önök erről tudni fognak. Az alapelveknek mindenféleképpen, ami a mi igényünknek megfelel, és amivel mi érkezünk, az, hogy egy esélyteremtő oktatáspolitika legyen, egy modern oktatás és korszerű iskolarendszert kell felépítenünk. Olyan iskolarendszerre van szükség, ami intézményesen nem zár ki tömegeket a tudás megszerzésétől, és egy fenntartható piacgazdaságban korszerű ismereteket, tudást és képességeket fejleszt a gyermekeknek, hogy élni tudjanak a lehetőségeikkel a piacgazdaságban, ne csak elszenvedői legyenek.